Idén nevezték ki önt az Európai Színházi Unió elnökévé. Ez egy nagyon fontos szakmai szervezet európai szinten, és nem tudjuk pontosan, hogy milyen feladatok hárulnak ezáltal önre, illetve hogy milyen hasznot tud húzni ebből a kolozsvári Magyar Színház is, amely már néhány éve azért tagja ennek az uniónak. Igen, éppen 10 éve tagja az uniónak a színház. Számomra ez egy nagy megtiszteltetés és felelősség is, feladat is, hiszen ezt a tisztséget első ízben az unió megalapítója Giorgio Strehler töltötte be, aki Jacques Langgal együtt hozta létre ezt az uniót, amelynek az volt a célja, hogy Európa legerősebb színtársulatait tömörítse ebbe a szervezetbe. Méghozzá olyankor, amikor még nem is létezett Európai Unió, és olyan színházakat is vontak be az alapító tagok sorába, akik nem voltak később se Európai Uniós országok színházai, sőt a mai napig is van olyan, ugye Oroszország nem Európai Uniós tag. Ez egy példa, egy modellértékű volt, és talán az, hogy fontos színházakat, tehát említem az alapító színházak közül néhányat, a Piccolo Milánóból, az Odeon, a Párizsi Odeon, a Royal Shakespeare Színház Londonból, a Schaubühne Berlinből, de a Katona József Színház Budapestről is, és a Bulandra Színház Bukarestből. Olyan színházak, amelyeknek az élén nagyon fontos alkotók, rendezők, díszlettervezők, Bergman, ugye a Stockholmi Királyi Színház is alapító tag, és minden évben megrendezték az Európai Színházi Unió fesztiválját a tagszínházak egyik városába, és ez sajnos 2008 óta megszűnt. Utoljára Bulandra Színházzal közösen mi rendeztük meg 2008-ban az uniós fesztivált, és ez azért szűnt meg, mert a tagszínházak városai nem voltak aztán annyira fogékonyak, hogy ezt a fesztivált anyagilag támogassák, mert az unió önerőből ezt nem tudná megszervezni. Én szeretném, hogyha az éves fesztivált, a nagy fesztivált visszaállítanánk, hiszen vannak kisebb fesztiválok, meg műhely munkák, a nyári akadémia, nagyon sok minden van, együttműködések. Szeretném, ha az Odeon Színházat visszacsalogatnánk az unióba, mert az Odeon Színház azért került ki, mert Strehler és következő igazgatója Louis Pascual után nem voltak igazából érdekeltek a nemzetközi koprodukcióban, vagy a nemzetközi együttműködésekben. Viszont az Odeon Színház egyfajta kirakat színháza volt az uniónak, hiszen több tagszínház szinte évente mutatott be ott egy-egy előadást úgy, hogy ott Párizsban tartották a bemutatót. Például az Asher Tamás Platonovja első előadása az az Odeonban volt, Párizsban. Úgyhogy ez egy nagy feladat, jelen pillanatban 18 tagszínház van, és egy pár egyéni tag, és olyan projekteket próbálunk létrehozni, amelyek valamilyen módon egyrészt tükrözik a legújabb, legerősebb európai színházi tendenciákat, másrészt beszélnek ugye a kor problémáiról, aztán rendkívül magas szakmai szinten hozzák ezeket az előadásokat, és hogy mondjam, most különleges hangsúlyt szeretnénk fordítani a fiatal alkotók munkájára is, hiszen Európában azért hagyomány, egyfajta hagyomány legalábbis az elmúlt 50 évben, vagy még régebbről az, hogy ellentétben például az Egyesült Államokkal, hogy bizony fontos, felelős munkát, pozíciót, feladatot kapnak a fiatal rendezők, a fiatal színészek, a fiatal tervezők vagy zeneszerzők. Sok fiatal ember kezére kerültek nagyon jelentős színházak. Például Thomas Ostermayer a Schaubühnét 29 éves korában kezdte el igazgatni. És így tovább. Tehát ez a például Várlikowski, és nagyon sok példa van erre.
És ezt valahogy honorálni kell, hiszen úgy gondolom, hogy jelen pillanatban létezik egy mesterségesen szított, megint csak egyfajta kritika által szított generációs háború, a generációk háborúja, amit én hamisnak érzek, nem én. Tehát a színház, ezek az értékek nem zárják ki egymást. Egyrészt a fiatalság nem csak biológiai, hanem szellemi állapot is. Ismerünk konzervatív fiatalokat. Pontosan azt mondtam, hogy sokkal fontosabb a progresszió és az avantgardizmus a színházban, mint és a sokféleségnek, ha az minőség és igazán magas színvonal, akkor nincs akadálya, tehát nem lehet egyfajta dolgot szeretni, vagy csak sajnos, és ez a nagy baj, hogy annyira ideológikussá vált a gondolkodás, és megosztottá, nem úgy, ahogy egy színházi előadás megosztja a nézőket, mert ezek a nézők, és aztán poszton éppen a szakmai vitán a beszélgetők azért elfogadták egymás érveit, és le tudtak ülni beszélgetni. Ma viszont nem így van, hanem úgy van, radikálisan ketté szakadt, vagy ketté van, meg van osztva, és meg is oszlik a szakma, a világ, a politika, és nincsen átjárás, nincsen párbeszéd, és a színháznak feladata az, hogy ezt a párbeszédet valahogy ösztönözze. Tehát, hogy üljünk le, legalább nézzünk szembe egymással, nem az asztalhoz ülünk le, de nézzünk szembe egymással a színházban, és van olyan, amit nem értünk egyet, de értékeljük azt, ami nem a mi ízlésünk, de elfogadjuk, hogy az nagyszerű, és így igazából lehetne megmenteni az önfelszámolás veszélyével fenyegetett európai kultúrát. Tompa Gábor, hát én köszönöm, hogy leült velem egy asztalhoz beszélgetni, és mindig szembenézhettünk. Szívesen. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm én is.